tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nézd hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokol című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós. Felvételről jelentkezünk, hiszen ez az adás húsvét hétfőn reggel kerül a, a bele, az éterbe, vagyis akkor sugározza a Tilos Rádió, úgyhogy ez szerintem elég indok arra, hogy... Ezen a reggelen én nem vagyok a stúdióban. A témánk azonban hát annyira nem mondhatni, hogy az ünnepi alkalomhoz illő, inkább egy szomorú apropója van ennek a mai ö, adásnak, illetve a témájának, mégpedig az, hogy március, tehát most 2024. március 18-án, 94. életévében elhunyt Thomas Patton Stafford, Legendás amerikai űrhajós. És ugye, hát már a, sajnos nem az első alkalom az elmúlt hónapokban, hogy egy ilyen jellegű műsorra kerül sor, mint amilyen ez a mai is, vagyis egy olyanra, amiben megemlékezünk az űrhajózás egy legendás alakjáról, aki eltávozott. Ugye, nem is olyan rég került sor arra, hogy Frank Bormanre, és aztán Ken mattingly re is emlékeztünk, a legendás Apollo űrhajósokra, illetve hát a Ken Mattingly esetében mondhatjuk, hogy Space Shuttle űrhajósok, Borman esetében mondhatjuk, hogy Gemini űrhajósok, de mindenképp az űrhajózás hőskorának két e, megkerülhetetlen alakjára. És hát, hogyha ezt tettük, akkor nyilvánvaló, hogy Thomas Stafford esetében főleg legalább ennyire indokolt, hiszen ő aztán tényleg végig kísérte az amerikai emberes űrprogramot egészen a Gemini program elejétől, addig az ikonikus kézfogásig, ami a Szovjetunió és az amerikai űrprogram első közös projektje volt, amelyben emberek ráztak kezet az űrben. Hát ez volt a Sajuz Apollo közös űrrepülés 1975-ben, és hát ez az amerikai kéz, az nem más volt, mint Thomas Stafford keze. De emellett olyan tények is elmondhatók, például, hogy az Apollo 10 legénységének tagjaként egyébként mind a mai napig ő volt az az ember, illetve két űrhajós társa 1969. májusában, akik a leggyorsabb emberek, ugye az összes Apollo űrhajó közül az Apollo 10 lépett be a legnagyobb sebességgel a Föld légkörébe, úgyhogy mind a mai napig az Apollo 10 legénysége tart, tartja azt a rekordot, hogy a leg, leggyorsabb emberrel a fedélzetén repülő űreszköz, Hát arról nem is beszélve, hogy a történelem furcsa összjátéka eredményezte azt, hogy az Apollo 10 nem szállt le a holdra. Lehetett volna Thomas P. Stafford, tehát az első ember is a holdon. Úgy mondanám, hogyha, hogyha a szovjet vetétársak jobban igyekeztek volna, akkor könnyűszerrel születhetett volna egy olyan döntés, hogy a most elhunyt Thomas Stafford tábornok, brigádtábornok, egyébként az amerikai légierő nyugalmazott brigádtábornoka volt ő. Hát ő lehetett volna az első ember a Holdon, nem lett, de hát így is óriási szerepe volt abban, hogy az emberiség oda jutott, és hát sok érdekes történet kaland társul a nevéhez, és ezekről fogok ma szót ejteni. Hát Stafford 1930. szeptember 17-én született, ami azt jelenti, hogy ugyanabban az évben, mint amikor mondjuk Neil Armstrong, vagy Buzz Aldrin, vagy Michael Collins, tehát az Apollo program legendás és hát történelmi küldetéseket végrehajtó űrhajósai közül sokan, tehát ez az 1930-as, ez egy ilyen értem egy nagyon szerencsés évjáratnak bizonyult, jó időben volt jó helyen, hát mi az a jó hely? Hát ő Oklahoma-ban született, azon belül Waterfordban, ez egy kicsi, kicsi település, tehát ő is a kisvárosi Amerikának egy, egy tipikus szülöttje, mint annyian az űrprogramban. Uh, Stafford repülőszolgálata a haditengerészet végérejénél kezdődött. 1952-ben fejezte be a haditengerészet akadémiáját, és megkapta a bachelor fokozatot, ugye ez a három éves egyetemi alapozó képzés. Ezt követte a berepülőpilóta iskola. És 1959-ben fejezte be az, a, már a légierőnek az Edwards légitámaszpontján a Test Pilot school ami ugye sok űrhajósnak a, hát az alma mátere. És hát 1959-ben, tehát még nem volt berepülőpilóta, és ugye amikor 1959-ben az első amerikai űrhajósokat még a Mercury programhoz elkezdték toborozni, akkor tehát ő még nem fejezte be a sulit, amihez kellett volna, hiszen ott ugye nem volt elég pilótának lenni, hanem konkrétan berepülő pilótának kellett lenni, tehát szerepelt az előírások között, hogy berepülő pilóta képesítéssel kell rendelkezni, hát ez akkor még Thomas Steffordnak nem volt meg, de azért sem jelentkezhetett volna a Mercury programba, tehát a legelső amerikai embert szállító űrrepülési programban, mert túl magas volt, egészen egyszerűen a Mercury kabin esetében 175 cm-nél magasabb emberek szóba se jöhettek volna. Ehhez képest a Stafford, aki már nagyon korán egyébként kopasz volt, tehát őt már 30, 30 éves korára lényegében teljesen, teljesen, megkopaszodott, majdnem 190 cm is volt az emberünk, ami azt jelenti, hogy a Mercury programban több okból sem jelentkezhetett volna, Szerencsére 1962-re, amikor már ugye túl volt az Egyesült Államok a nagy Kennedy beszéden, embereket kell a holdra küldeni, hajrá, hajrá, ahhoz persze új emberekre is szükség volt, úgyhogy elhatározták, hogy újabb bőrhajósokat toboroznak, és ez lett a következő kilenc a legendásabbnál legendásabb űrhajósok. Hát ma olyan sokszor használom azt a szót, hogy legendás, de teljesen indokoltan, hiszen az 1962-es űrhajós csoportban, amiben szerencsére már megemelték a magassági korlátot, tehát Stafford is befért a szó legszorosabb értelmében, de rajta kívül még olyan emberek kerültek bele a csapatba, mint hogy más, nem mondjuk Neil Armstrong. Hát a Neil Armstrong is csak azért kerülhetett bele, mert ebben a második válogatásban már civil pilóták jelentkezését is fogadták. Ugye a Mercury programban eleve csak olyanok jelentkezhettek, akik valamelyik fegyvernemnél, tehát a légierőnél, vagy a haditengerészetnél, vagy a tengerészgyalogságnál, mint John, John Glenn, tehát hogy akik éppen ott uh, szolgálatot esítettek. Ugye Neil Armstrong, meg egy másik ember a második csoportból, Elliot C., ők civilek voltak, tehát ők, ők ilyen módon ekkor kerülhettek be először. Ez volt tehát az 1962-es második körhajós csoport, de hát itt találjuk még Frank Borment a légierőtől, akiről a legutóbbi ilyen in memoriam adásunk szólt, hiszen ő is a nemrég hunyt el. Charles Conrad, aki aztán később a második holdra szállás parancsnoka lesz, James Lovell, vagyis Jim Lovell, Apollo 8-ról is ismert, és Apollo 13 parancsnoka lesz sokkal később természetesen, Jim McDivitt kapitány a légierőtől, az emlegetett Elliot Seat már mondtam, illetve hát hősünk Thomas Stafford, és ugyancsak a légierőből még itt találjuk Ed White-ot, aki később az első amerikai űrsétáló lesz, és John Young-ot, aki aztán tényleg hát ha már valakire elmondhatjuk, hogy legendás űrhajós, akkor hát a John Yang mindenképpen az, a Young aztán a minden létező dolgon repült a Gemini űrhajótól a Space shuttle tehát ő az egyetlen ember, aki elmondhatja ezt, hogy négy különböző féle űreszközön utazott, beleértve ugye a Hold kompot is, meg az Apollo anya űrhajót, a Gemini űrhajót és a Space Shuttle-t, tehát ő tényleg végig kísérte az amerikai emberes űrhajós programot, majdnem a legelejétől kezdve, és aztán fő űrhajósként is szolgált a Space Shuttle program idején. Tehát tényleg mondhatjuk, hogy itt mindenki óriási karriert futott be. Az egyetlen kivétel az Elliot C., aki, akit mondtam, hogy Armstrong mellett a másik civil volt ebben a csapatban. Hát ő sajnos még mielőtt repülhetett volna Charlie Bessettel, aki a repülő társa lett volna, harmadik űrhajós csoport tagja, egy csúnya repülőgép esetben elhunyt. Tehát az Elioci nem jutott el az űrbe, de a, a 9 űrhajósból az összes többi 8 tényleg hát vitathatatlanul nagy szerepet vállalt az amerikai űrprogramban. Ugye ezt a csapatot 62-ben toborozták, áprilisban kezdődött a válogatás, és 62 szeptemberében jelentették be. Ugye ekkor még javában megy a, a Mercury program, tehát az egy személyes amerikai űrrepülések programja, Úgyhogy ilyenkor még ezek az emberek kisegítő feladatokat láttak el a nagy első hét űrhajós mellett. A nem nagyon fogadták őket szeretettel, persze, mert vetétársokat láttak bennük a Mercury űrhajósok. Később azt mondta talán Jim Level, hogy körülbelül akkor a szeretettel fogadtak minket, amikor megérkeztünk, mintha mint, mint valami ilyen Rottweiler, vagy valami, amikor üdvözli a megérkező ismeretlen vendéget, szóval túráztatták, meg szivatták őket össze-vissza, hogy ez lenni szokott, tehát persze profik voltak végül, tehát együtt kellett dolgozniuk, meg is születtek az első legénységek, első kijelölt legénységek, és hát a legelső Gemini repülést, amit Gus Grissom és John Young hajtott végre, tehát Grissom egy eredeti Mercury hajós, és John Young látta az, az emlegetett mindenen repülő legendás John Young lett az első, a második kilenc fős űrhajós csoportból, aki szerepet kapott a repülésen, de a tartalék pozícióban már ott találjuk Wally Sirát, másik Mercury űrhajóst, és Tom Staffordot. Tehát a Tom Stafford az már a a Gemini 3-nak a tartalék csapatában az első emberes, kétszemélyes amerikai űrhajó tartalék személyzetében ott kapott helyet és a korabeli legénység rendszer az azt jelentette, hogy ha bizony a Gemini 3-on tartalék vagy, akkor kettő repülést kihagyva, vagyis a Gemini 6 fedélzetén az alaplegénység tagja lehet. És ez így is történt, és Wally Sirával Tom Stafford ott találta magát bizony a történelmi Gemini 6 küldetésen, a Gemini 6 küldetés egy rendkívül izgalmas küldetésnek ígérkezett, és aztán még inkább az lett. Mert hogy először 1965. október 25-ére tűzték ki a startot, és a startig, tehát a hajtóművek begyújtásaig már mindössze 42 perc volt hátra, amikor kiderült, hogy az a kísérlet, amit eredetileg ennek az űrhajónak terveztek, mégpedig az, hogy meg kell közelíteni egy földkörüli pályára előzőleg feljuttatott rakétafokozatot, és azzal kell manőverezni, meg esetleg összekapcsolódni, ez egy Agena D nevű rakétafokozat lett volna, amit másfél órával, vagy valahogy így az őstartjuk előtt indítottak volna. És hát az történt, hogy éppen ezzel baj volt, mert uh, uh, már ők ott ültek a Gemini 6 fedélzetén az indítóálláson, beszíjazva az űrhajóba, két személyes űrhajóba, és mondom, már 42 perc volt hátra a hajtóművek begyújtásaig, amikor kiderült, hogy ez az Agena D fokozat ez nem tudott rendesen földkörüli pályára állni. Tehát ilyen értelemben cél nélkül maradt a Gemini 6 küldetés, tehát lefújták a startot, azt mondták, hogy hát nincs mivel összekapcsolódni. Ez lett volna a fő mutatványa ennek az amúgy igen rövid, tehát egy-két naposra tervezett rövid űrrepülésnek, az lett volna az fő mutatványa, hogy a történelemben először megkeresse ezt a rakétafokozatot, rendezvúzzon, illetve összekapcsolódjon bele. Ezek olyan dolgok, amiket elengedhetetlenül tudni kell, hogyha az ember a holdra akar utazni, űrhajókat összekapcsolni földkörüli pályán, meg majd persze holdkörüli pályán is. Tehát az űrrandevú, az tényleg egy sarkalatos eleme volt annak a módszernek, amit a NASA éppen 1962-ben, amikor a Staffordékat fölvették, akkor döntötte el a NASA végleg, hogy olyan módon jutnak el a holdra, hogy ilyen több űrhajót kell ide-oda kapcsolgatni, holdkomparszálnak le. De hát ahhoz viszont elengedhetetlen volt az űrrandevú. És hát ezt kellett volna a Gemini hatnak bemutatni, de hát nem volt mivel rendezvúzni, tehát rendesen elhalasztották a startot. És akkor elkezdődött bizony a, a fejek vakargatása, hogy mi történjen. És ez a csodálatos, hogy itt olyan ütemben történtek akkor az események, hogy az ma már tényleg elképzelhetetlen. A, a Gemini 7 uh, Frank Borbennel és Jim lavell lett volna a következő küldetése, hogy teljesen más célnal, ott meg azt kellett kipróbálni, ami szintén a hold utazás szempontjából fontos, hogy a két embert felküldünk földkörüli pályára, két hétig keringeni, azt vajon így túlélik-e? Egyrészt az elektronikai rendszerek, másrészt maguk az űrhajósok. Tehát, hogy addig még nem volt ilyen hosszú űrrepülés. Senki nem tudta, hogy az emberi szervezettel mi történik, ha két hétig fönt vannak az űrbe. Ez lett a Gemini 7 programja, ennek első közelítésben semmi köze nem lett volna a Gemini 6-hoz, de akkor eszükbe jutott az embereknek, hogy hát ha már nem ment fel ez az Agena céltárgy, akkor mi lenne, hogyha a Gemini 7 lenne a céltárgy? Vagyis fölmenne Frank Borman és Jim Lovell a földkörüli pályára csinálni a, hát bizonyos szempontból unalmasnak tekinthető, két hetes kis küldetésüket, összezárva ezen a pici helyen, ugye az űrhajósok azt a hasonlatot szerették használni, hogy hát a Gemini belső tere, az akkora, mint egy Volkswagen bogárnak az első két ülése. Tehát ekkora helyet kell elképzelni. Ott töltött el Frank Borman és Jim Lever két hetet, hát elképesztő teljesítmény mindenképpen. És még, még, akkor is, ha nem az űrben lettek volna, tehát ez így már önmagában egy nagyon komoly dolog. És akkor most abba bele sem megyek, hogy a Gemini űrhajóba például hogy megy ki az ember WC-re, meg minden. Szóval itt azért tényleg nem, nem egy luxus utazásról beszélünk, azt azért tegyük hozzá. Hát ezek repülő pöcegödrök voltak tulajdonképpen. Ne szépítsük a dolgot. Na, viszont a Gemini 7-nek, tehát ez volt a feladata, de hát a Gemini 7 az fölmegy, akkor az egy remek céltárgy lenne, tehát az volt az ötlet, hogy formabontó módon akkor menjen föl előbb a Gemini 7, ugye nem számozzák át ilyenkor az űrhajókat, tehát így történhetett, hogy a Gemini 7-es repülés az előbb kezdődött, mint a Gemini 6. Olyannyira, hogy ezt a Gemini 6-ot, mivel már más volt a cél, ezért át is nevezték, mostantól az lett a hivatalos neve, hogy Gemini 6-a. És decemberben fölment a Gemini 7, és kisvártatva azt mondták, hogy oké, okay, menjen utánuk a Gemini 6. Már a, már egy jó hete fent voltak a Bormann és, és amikor december 12-én, 1965. december 12-ére kitűzték a startot, ugye megint be, bemászott Wally Shira és Tom Stafford, ismét. <laughs> hát, én megint nem volt szerencséjük, az ö, megfelelő időpontban bekapcsoltak a, a, Titan Titán 2 hordozórakét a hajtóművei, de mindössze 1,17 század másodperccel a start előtt még annyi idősebb volt, hogy a Rakéta egyáltalán elkezdje emelkedni a start helyről, kikapcsolódtak a hajtóművek. Mert egy úgynevezett hiba felderítő rendszer valami rende rendellenességet jelzett be. Na most itt azt kell elképzelni, hogy az űrhajósok ott ültek a Gemini 6, vagy hát Gemini 6A kabinjában, várták a startot, el érezték, hogy elkezd rázkodni a rakéta, majd abban marad a rászkodás, és senki sem tudta, hogy mi van. Most ilyenkor a protokoll. Alig hanem azt diktálta volna, hogy az űrhajót, ami potenciálisan egy időzített bomba hegyében van, mert hát a rakéta ilyenkor annak tekinthető, azt minél gyorsabban el kell hagyni. Hogy lehet elhagyni ezt az űrhajót minél gyorsabban ebben a pillanatban? A Gemini esetében katapulttal. A Gemini űrhajóba katapult üléseket szereltek be, amelyeket el, elméletileg még a földről, vagyis hát az irányító torony tetejének a magasságából is a tesztek szerint hát nem százszázalékos biztonsággal, de lehetett használni. És ilyenkor bizony azt diktálta a protokoll, hogy sírrának a parancsnoknak meg kellett volna hozni azt a döntést, hogy meghúzza a kart, és ezzel mind a kettő űrhajós kirepül a katapult ülésben, fölrepülnek mondjuk egy néhány száz méter magasra, annyira, hogy ki tudjon nyírni az ejtőernyő, és leszálljanak. Most teljesen egyértelmű, hogyha ez megtörténik, az egyrészt önmagában kockázatos, hiszen ilyen alacsonyról katapultálni, az sohasem egy leány álom, és pláne nem életbiztosítás. Másrészt meg, ez természetesen, ha ezt végrehajtották volna, az egyet jelentett volna azzal, hogy megint csúszik a repülés, még pedig megint teljesen újra kell tervezni az egészet, hiszen az világos, hogy egy ilyen katapultálás után, amikor lerepül a kabinajtó, meg kirepülnek az ülések, meg az űrhajósok potenciálisan összezúzzák magukat, meg ilyesmi, akkor az egy hosszabb halasztás. Annyit azért még a Bormen level páros sem bír ki földkörüli pályán, tehát itt több hónapnyi halasztásról lett volna szó ebben az esetben. Ez valószínűleg mind végigment Wally Sirra parancsnoknak az agyán, és ezért nem katapultált. Nagyon helyes döntést hozott, mert másodpercekkel később aztán kiderült, hogy tényleg az emlegetett hibajelző rendszer állította le a dolgot, tehát nincs közvetlen életveszély, a rakéta nem fog felrobbanni, hála Istennek. Úgyhogy egyszerűen kimásztak a kabinból, és újra néhány nappal később megismételték a startot, ezúttal sikerrel, és akkor ezért aztán december 15-én, három nappal később mentek föl amikor már a Gemini 7 küldetése a tényleg a végéhez közeledett, de még éppen időben, és meg, végrehajtották az első űrrandevút. Na most ez egy, álljunk meg egy pillanatra, hogy ez egy irányítás technikai bravúr is volt a korabeli időkben. Igaz, hogy a szovjetek már csináltak olyat, hogy 1962-ben és 63-ban, hogy egyszerre két űrhajót irányítottak. Azok nem hajtottak végre űrrandevút, a vosztokok ilyet nem is tudtak volna, de azt már a szovjetek megcsinálták, hogy egyszerre van fönt két ember emberszállító űreszközük, és mind a kettőt tudják, hogy földön követni, meg irányítani. Amerikaiak ilyet még nem csináltak egészen eddig, és persze ez is ennek a rögtönzött repülési tervnek az eredménye volt, hogy végül ezt is kipróbálhatták, ezzel se volt semmi baj, tök sikeres volt az egész. Ugye ez volt az a pillanat, amikor a két űrhajó megközelítette egymást nagyjából 10-20 cm-re. Nem tudtak összekapcsolódni, mert a Geminik nem voltak arra tervezve, hogy ezek az űrhajók konkrétan összekapcsolódjanak, de nagyon közel voltak egymáshoz, integetnek egymásnak az ablakon, óriási bravúr volt, és utána mindkét űrhajó sikerrel visszatért a földre. Thomas Stafford már az első repülésén az emberiséggel egyidejűleg megszerezte az űrrandevú tapasztalatot. Tehát még egyszer ez volt az első alkalom, amikor Sikeresen találkozott két tárgy a földkörüli pályán, ráadásul emberekkel a felélzetén. Ez egy nagy lépés volt az Apollo programhoz, egy óriási számítástechnikai és pilóta bravúr. Azért ne felejtsük el, hogy a maguknak ezeknek a légierő, illetve haditengerészeti pilótáknak azért egyáltalán nem volt egy egyszerű dolog megtanulni az égi mechanikát, mert nagyon máshogy kell az űrhajókat repülni, mint a repülőgépeket ugye a repülőgépek, amikor megközelítik egymást, az egy viszonylag, viszonylag egyszerűbb dolog abból az értelemben, hogyha egy repülő utol, utol akar érni egy másik repülőt, akkor egyszerűen hát gázt ad, és akkor utoléri, és jó napot kívánok. Itt a, a földkörüli pályán teljesen más a helyzet. Alapvetően arról van szó, hogy, nagymér, hogy a sebesség és a pálya magasság, az ugye szoros kapcsolatban van egymással. Ugye ezek az űrhajók nem úgy mennek, hogy megy a hajtóművők, és akkor gáz, és akkor folyamatosan megy a hajtómű, hanem ezek ugye szabadesési pályákon mozognak, műholdpályákon a földkörüli pályán. Ezért van súlytalanság, hiszen szabadesés van az űrhajókon. Ami azt jelenti, hogy egy magasabban levő űrhajó, tehát egy olyan, aminek a föld fölött magasabban húzódik a pályája, az óhatatlanul lassabban kering, egyszerűen azért is, mert egy, két okból is, olyan értem, hogy szöksebességileg is, hiszen persze egy hosszabb pályát kell befutni, amiatt, hogy följebb van, plusz még a magasság csökkenésével a Földnek a gravitációs vonzása is gyengül. Mind a kettő hatás ahhoz vezet, hogy a magasabban keringő üreszköznek a szöksebessége a keringési pályáján az kisebb, mint az alacsonyabb pályán keringő üreszköznek. Tehát ha egyik űrhajó a másikat utol akarja érni, akkor egy alacsonyabb pályára kell ereszkednie. Hogy nem az olyan, hogy gázt kell adni, ha utol akarjuk érni, hanem paradox módon bizonyos értelemben pont, hogy fékezni kell, mert a fékezéssel, az energia csökkentésével alacsabb, alacsonyabb pályára lehet kerülni, viszont az alacsonyabb pályán meg gyorsabban kering az ember, és utoléri a másikat, és ha majd odaér alá, akkor felemelkedik és összekapcsolódik. Na most ez teljesen olyan gondolkodásmódot igényel, ami teljesen idegen a légi csaták és egyéb ilyen ö, vadászpilótai gyakorlatban megszokott módszerektől, de sikerrel elsajátították az amerikai űrhajósok. De hát onnantól kezdve már tényleg csak ki kellett próbálni és gyakorolni ezt az egészet. És ugye 6, 7, 8, 9, ugye mondtam, hogy az űrhajósok újra hasznosítódnak. Tehát a Gemini 6-on ugye szerepel Tom Stafford és Wally Shira. Wally Shira ezután már át, átszegődött az Apollo programba a következő. Ő már nem akart újabb Gemini űrhajón parancsnok lenni, viszont Tom Stafford ott volt. A Gemini 6 után kettőt kihagysz tartalék és kettőt kihagysz repülsz. Ugye ez lett volna az elv. 6, 7, 8, 9-nek a tartalék személyzetébe jelölték ki. A regénységrotáció eredményeképpen, amit maga Dick Slayton, a fő, fő űrhajós, az űrhajósok főnöke állított fel, ez a nagy, szent és bizonyos szempontból kifürkészhetetlen regénységrotációs rendszer. Most attól lett mégis kifürkészhetetlen, hogy itt például át kellett szervezni a dolgokat, hiszen történt az a szerencsétlen baleset, amit emlegettem, hogy éppen a Gemini 9-re kijelölt eredeti személyzet az életét vesztette és ilyen módon, tehát mind a ketten együtt, tehát pont egy T-38 tesztrepülőgépben utazott mind a kettő űrhajós, ugye ez egy kétüléses vadászgép, hát nem is vadászgép, hanem tréner, tehát egy edzőgép, de, de, olyan, de egy sugárhajtású gép. Nagyon rossz látási viszonyok között a a meg, tehát az űrhajót gyártó Megdanel, aircraft gyár telepére próbáltak leereszkedni éppen, hogy a Gemini űrhajójuk állapotát ott megkonzultálják, és hát nagyon rosszul láttak, lényegében neki nekirepültek egy épületnek, és szörnyet halt mind a két űrhajós, tehát euh, ők voltak Elliot C. és Charlie Bassett, akik a Gemini 9 eredeti legénysége lettek volna, és így aztán a Gemini 9 tartalék legénysége lett az első számú személyzet, és itt már Tom Staffordot parancsnokként találjuk, és mellette a másodpilóta az újonc Gene Cernan, Eugene Cernan volt. Cernan egyébként érdekes módon, hát mondjuk, hogy cseh vesző szlovák származású, mert Csernány, a Cernan név az a Csernány alakból jön. Ő valahol ott trencsény környékén született az ő nagyapja. A Csernány, aki a, a még a magyar oldalon úgy mond, tehát az Osztrák-Magyar Monarchiának a Magyarországhoz tartozó részén, és onnan vándorolt ki Amerikába, a csernány, aki ott azonban találkozott a feleségével, aki viszont csehországi származású, tehát a helyi, azt hiszem, Csikágói, nagy szlovák, cseh emigráns közösségen belül talált magának párt, és hát ebből született aztán Gene Cernan, aki amerikai űrhajós lett. Később aztán ő lesz az utolsó ember a Holdon, az Apollo 17-en, mind a mai napig. De ez most az első repülése Gene Cernannek, 1966-ot írunk akkor. Úgy történt a dolog, hogy a Gemini 9-nek is rendkívül ambiciózus programot eszeltek ki, de valahogy, mintha a történelem ismételte volna magát, a feladat egyik része az lett volna ugyancsak, hogy megközelítsenek egy ilyen céltárgyat. 1966. május 17-ére tűzték ki a startot, de megint az történt, hogy ez az Agena D, ugyanolyan agenda D cél ami a Gemini 6-nál is szóba került eredetileg, az megint csak az történt, hogy nem állt pályára. Tehát úgy volt, hogy a Gemini 9 startját 1966. május 17-ére tűzték ki, még pedig 16 óra 39 percre, és közvetlenül előtte 15 órakor helyi idő szerint kellett volna végrehajtani az Atlas Agena D startját. Viszont a rakéta ennek az agenának a startjának a 130. másodpercében felrobbant. És megint az volt, hogy céltárgy nélkül maradt a Gemini űrhajó, úgyhogy elhalasztották a startot május 31-re. De most nem az volt, hogy felküldtek egy másik Gemini űrhajót, hogy azzal rendezvúzzanak, nem, ezt, ezt a poén nem játszották el még egyszer, hanem ehelyett összeberheltek egy teljesen rögtönzött céltárgyat, ami lényegében, hát val ugyanazt a radar rendszert rátették, ami az Agenán lett volna, de amúgy egy nagyon leegyszerűsített kis valami. Lényegében az Agena dokkoló részét, tehát ami az eredeti céltáj lett volna, annak volt egy félkész másod példánya, arról leszerelték azt a részt, amihez a Gemininek hozzá kellett volna csatlakoznia, tehát lényegében ennek a célgyorsító fokozatnak, ennek az agenda d nek a legvégét, és egyszerűen azt úgy önmagában hozzácsavarozták az Atlas rakétának a, a testéhez, és, és gondolták, hogy hát ez lesz ez a rögtönző céltárgy, ami az ATDA nevet kapta, Augmented Target Docking Adapter, ez lett volna a neve, és ez is volt hát minden rendben van, hiszen ezt sikerült pályára állítani. Június 1-én megint bajok voltak, végül június 3-án került sor a startra, előbb felment az ATDA, és aztán jött a Gemini 9. Na de. Hát meg is közelítették ezt a céltárgyat, Stafford és Cernan, viszont arra lettek figyelmesek, ahogy egyre közelebb kerültek, hogy a céltárgy ez nem igazán úgy néz ki, ahogy ennek ki kell néznie, és hát ö, azzal kellett szembesülni ők, hogy, hogy nem várt le erről az áramvonalasító orkúp, ami a rakétának a hegyén volt, hogy ez a felszálláskor kell, hogy az űreszközök áramvonalasak legyenek, amíg átrepülnek a légkörön, aztán amint kijutottak ki a légkörből, puty, a piropatronok ledobják két irányba ezt, a, ezt az áramvonalasító orkúpot, de hát itt most baj volt ezekkel a piropatronokkal, mert nem szakadt át rendesen. Tehát a lerobbantás hatására az a érdekes módon ezt az egészet akkoriban úgy oldották meg, hogy, hogy kívülről egy ilyen rugalmas fémgyűrű összefogta ezt a két felét ennek a jobbra-balra leeső orkupnak, amit egy adott ponton robbantott volna szét a piropatron, és a, a, az a gyűrű lerepült volna, és akkor szétesett volna két irányba ez az orkúp és így elő előbukkant volna maga a céltárgy, amihez az űrhajót hozzá lehet kapcsolni. Na de valahogy ezzel gond volt, és emiatt aztán nem nyílt ki az orkúp, tehát nem vált le róla rendesen ez a fémgyűrű, úgyhogy egy kicsit kinyílt, de csak kicsit nem vált le két irányba ez az orkúp el is nevezték az űrhajósok Angry Alligatornak, mert konk vagy düh dühös, vagy mérges alligátornak, mert pont úgy nézett ki, mintha egy, egy, nagy fehér, tátott szájú alligátor lett volna. Na most a repülés terveiben szerepelt volna egyrészt az összekapcsolódás ezzel, és másrészt nagyon ambiciózus űrsétára is sor került volna, amit Gene Cernan hajtott volna végre, és hajtott is, de az eredeti tervek azok aztán csodálatosak voltak. Miután összekapcsolódott a Gemini űrhajó ezzel a céltárgyal, utána Gene a aki ilyen módon a második amerikai űrsétállóvá, és a harmadik emberré, aki valaha űrsétet csinált, válik majd. Tehát neki az lett volna a feladata, hogy így kimásszon, egyrészt meglovagolja ezt a henger alakú fokozatot, tehát átmásszon erre az atd ra vagy hát az eredeti tervek szerint az Agena dére, majd utána hátra a Gemini űrhajó leghátuljára, ahol fölszereltek egy rakéta fotelt. A rakéta fotelt a valóságban az 1980-as években tesztelték először, de már a Gemini programban szóba került a dolog, és egy korábbi változata ennek a dolognak, ami úgy néz ki, tényleg, mint egy fotel, tehát az űrhajósnak oda kellene másznia az űrruhában kívülről, beleszíjaznia magát, és onnantól kezdve ilyen joystick-szerű módon kis rakétákkal tudta volna irányítgatni magát. Ezt a rakéta fotelt is tesztelnie kellett volna Szörnennek, de ahhoz a Gemini-nek a hátsó részére hátra kellett volna mászni az űrséta során. Mindenféle a Gemini oldalára felszerelt ilyen kapaszkodók segítségével. Na szóval a lényeg, hogy készültek ilyen űrsétára, és ha már készültek űrsétára, akkor felmerült, hogy nem lehetne azt csinálni, hogy a Gemini közel megy ehhez a mérges aligátorhoz, és akkor valahogy megpiszkálják ezt a fémgyűrűt, hát ha sikerül úgy lehúzni, vagy átvágni akár valamivel, a túlélő felszerelésben található ollóval, hogy pum, az gyorsan leugrana, és akkor kinyílna az orkup, és szabaddá válna az ATDA, és össze lehetne vele kapcsolódni. Hát Houstonban, meg az űrhajón is vakarták a fejüket, végül maga Tom Stafford, aki higgadságáról volt híres, és a földi irányítás is teljes egyetértésben arra jutott, hogy hát ez túl kockázatos, Úgyhogy hát összekapcsolódni nem fognak, jó közel repültek az, a mérges aligátorhoz, tehát végül is újfent tudták demonstrálni, hogy meg tudnak közelíteni egy ilyen tárgyat az űrben, hát sajnos az összekapcsolódás az nem jött össze, de hát annyi baj legyen. Ezek után eltávolodtak ettől a mérges aligátortól, de azért természetesen az űrséta, mint a második számú fontos feladat, az azért ott maradt a programban. Hát nyilván az a része kiesik, hogy a szörnön átmászon az ATD a Ra, mert hát ugye azt nem lehetett. Viszont az a része, hogy ott mindenfélet bravúrozzon, meg a kapaszkodókon hátra vergődjön a Gemini űrhajó hátuljára, és magára vegye a rakétafotelt, és azzal csináljon egy kis próbarepülést, továbbra is szerepelt a programban. Úgyhogy ez lett volna a következő napi feladat. Az még megjegyzendő, hogy a Gemini programban az űrsétálóknak nem volt saját oxigén uh, hátizsákjuk amúgy, vagy olyan oxigén palackjuk, ami rajtuk volt, hanem ők uh, nem csak, hogy kötélel, hogy ne sodródjanak el, voltak hozzá kötve az űrhajóhoz, hanem az a kötél egyben egyfajta köldögzsinór is volt, tehát azon a csövön jött nekik az oxigén, illetve azon a csövön ö, kábelen keresztül zajlott a kommunikáció is, tehát még csak az sincs, hogy rádión keresztül beszéltek volna, hanem tényleg, hát nem volt, wire, lesz volt az űrséta, tényleg ezzel a köldögzsinórral volt szörnán is hozzá kötve a Gemini űrhajóhoz. Ez azt is jelentette, hogy ha véletlenül valami baj van az űrsétálóval, ami azt jelenti, hogy nem tud visszamászni a kabimba akkor a start előtt oda ment Dick az emlegetett fő űrhajós Tom Staffordhoz, a főhősünkhöz, és elmondta neki, hogy ebben az esetben, hogyha az űrhajós, a szörnem nem tud bemászni a kabinba, akkor neki, mint parancsnoknak az lesz a feladata. Levágja azt a köldögzsinort, ugyanis amíg a köldögzsinór ott van, addig nem lehet becsukni az ajtót, és nyitott ajtóval nem lehet hazahozni a Gemini űrhajót. Ez azt jelenti, hogy a parancsnoknak ekkor meg kellett volna hoznia azt a döntést, hogy szabadon engedi sodródni a szerencsétlen szörnet, becsukja az ajtót és visszajön a földre. Ezt diktálták egyértelműen a repülési protokollok. Hát az a vicc, hogy erre kis hiány sor is került. Ugyanis amikor elkezdődött az űrséta, akkor szörnent gyorsan észrevette, hogy nagyon-nagyon gyorsan halmozódik az izzadság az űrruha belsejében. Egyrészt a vártnál brutálisabb fizikai terhelést jelentett az űrséta, nagy részt azért, mert akkor még nem tudták, hogy az űrsétákra hogyan kell fölkészülni. Éppen ezután hozták be, 1966-ban a Gemini 9 tapasztalatainak következtében kezdték el az űrhajósok azt a fajta űrséta tréninget, amikor egy medencében gyakorolnak űrruhában. Mégpedig olyan kisúlyozott űrruhában, hogy a felhajtó erő az pont akkora legyen, hogy az űrhajós tényleg ne feljöjjön és ne lesüllyedjen, hanem lebegjen a medencében, és ott lehet gyakorolni sok mozgásformát, ami hasonlít az űrsétáláshoz, bár nem ugyanolyan. Akkoriban még nem volt ilyen training módszer, és az űrhajósok nem nagyon tudták, hogy hogyan kell felkészülni az űrsétákra. Amúgy a szovjetek első űrsétálója Leonov is küzdött ilyen problémákkal, ráadásul neki még az űrsétája és az űrruhája is nagyon keményre felfúvódott, alig tudott visszakászálódni az űrhajóba. Itt is hasonló dolgok voltak Szörnennel, és azzal súlyos bitva, hogy mivel ő nagyon izzadt, emiatt, mármint, hogy nem azért, mert ő egy izzadós ember volt, hanem tényleg, mert nagyon nagy megterhelést jelentett ez az egész mozgás, mert elkezdett volna pörögni, mert túl nagy lendülettel, túl nagy svunggal állt neki a dolgoknak, de akkor meg ellen kellett tartania, nagyon fárasztó volt, és ekkor elkezdett kicsapódni az izzadság a sisakrostéjára, hiszen hát ez egy űrruha, tehát odakint ott van a nagyon hideg világűr, tehát a külseje ennek a, hát a sisakrosténak ennek az átlátszó nem üvegből, hanem valamiféle plexiből készült a Gemini sisakrosté, tehát oda elkezdett kicsapódni a pára, egy szó mint száz, alig látott ki a szerencsétlen, tehát még el is tévedt, nem találta el a kapaszkodókat, ez... Tehát nem tudta megfogni, hiszen nem látta őket, mert nem látott ki. Össze-vissza pörgött, forgott, alig tudott visszavergődni. el se jutott addig, hogy a, hogy hátra a hátra a Gemini-nek ahhoz a részéhez, ahol a rakéta ezt a rakéta fotelt tárolták, amit ki kellett volna próbálnia. Fél óra után már az volt a, a nehézség, hogy hogy jut vissza a kabinba. Tényleg nem látott semmit, teljesen ki volt merülve. Egyébként utóbb mondta, hogy hát ö, 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 valami egy liternyi víz összegyűlt egyébként az űrruhája alján, annyira leizzadt itt a szenvedés közben, és tényleg alig tudott visszakászálódni az űrhajóba, segített neki belülről Stafford. Ilyenkor a Gemini az úgy volt megtervezve, hogy elméletileg Stafford is kimehetett volna egy űrsétára, mert a Gemininél nem volt zsilip vagy ilyesmi, tehát mind a két űrhajós végig űrsétára alkalmas űruhában volt, egyszerűen mint egy sportkocsinak volt két ilyen kinyíló ajtaja, ilyen, hát olyan, mint a fölfele nyíló ajtók az ilyen menő sportkocsikon, Na, hát kb. olyan volt a Gemini-ken, Gemini és hát úgy ki tudott volna kászálódni a Tom Stafford is, hogy segítsen neki, csak hogy az volt egyértelműen a protokoll, hogy, hogy egyszerre nem lehet kint két ember a két személyes űrhajóból, tehát ő maximum belülről a köldögzsinór rángatásával tudta segíteni Sörnent, és végül sikerült bekászálódnia és becsuknia a nagy nehezen az ajtót is. Végletekig lemerült Jean szörnán, végül be, bejutott a Gemini 9-be, és így aztán nem kellett a Stepfordnak azzal a problémával szembenézni, hogy átvágja a köldögzsinort. De ez tényleg egy olyan feladat volt, ami hát bizony, bizony nem volt éppen egy egyszerű helyzet. Ezt leszámítva amúgy teljes siker volt az űrrepülés. És hát Staffordnak a harmadik űrrepülése az bizony az Apollo 10 volt 1969 májusában. 1969 májusa az, az két hónappal az Apollo 11 előtt Old, ugye ők júliusban repültek, az Apollo 11 feladata volt az első holdra végrehajtása, és az Apollo 10 feladata volt holdra szállás főpróbája. Tehát így is mondták, hogy ez bizony a holdra szállás főpróbája lesz. Arra mondtam, hogy Stafford majdnem az első ember lehetett a holdon, hogy lényegében az Apollo 10 az majdnem alkalmas volt arra, hogy leszálljon a holdra, hiszen ott volt az anyaürhajó, ott volt a holdkomp, ez volt a második repülés, az, ami hold körüli pályára ment, az Apollo 8 után. Tehát ő, Staffordék lettek a második olyan legénység, ami közelről látták a holdat. És az első olyan legénység, ami vitte magával a holdkompot is a hold körüli pályára. Konkrétan az volt a feladat, hogy leszálljanak a hold, holdra, megközelítve a felszínét. Pontosan az Apollo 11 leszálló helye közelében, nagyon alacsonyan, néhány kilométeres magasságban, majd onnan fölemelkedni, és újra találkozni az anyaűrhajóval. Na most a legénység úgy nézett ki, hogy Stafford volt a parancsnok, ott volt vele megint Gene Cernan, tehát ugyanaz az ember, aki a Gemini 9 utazott vele, és John Young volt a harmadik ember. Most ez volt az Apollo program legtapasztaltabb legénysége. Ebből is látszik, hogy az Apollo 10 az mennyire fontos küldetés volt, mert itt ugye Yangnak Youngnak és Staffordnak is már két-két űrrepülése volt, és Sörnennek meg egy, a Gemini 9, tehát csapat összesen öt küldetést tudhatott a háta mögött. Na most, hogyha az oroszok jobban igyekeztek volna, úgymond, ugye az a szegény szovjeteknek az emberes holdprogramja az nem volt éppen sikeres, elsősorban azért, mert a nagy rakétájuk, az N1, az nem tudott, nagyon bonyolultra tervezték az N1-et. Komplexitásában talán a mostani Starshiphez lehetne hasonlítani. Ott is látjuk, hogy folyamatosan robbangatnak, meg nem megy még minden úgy, ahogy kell, és hát nem is lehet ezen mind csodálkozni. Nagyon-nagyon komplex rendszer, sok hajtóműnek kell együtt dolgozni. Na most, hát ugyanilyen jellegű konstrukció volt az N1 is valamennyire, mármint abból a szempontból, hogy rengeteg hajtóműnek kellett koordináltan együtt dolgozni, csak hát mindez a Szovjetunióban és a 60-as évek technikai színvonalával képzelendő el. Ezért aztán a szovjetek a közelébe se jutottak annak, hogy emberekkel próbálkozzanak a holdra menni, mert az ember nélküli tesztjei a nagy holdraszálláshoz tervezett nagy rakétának mind-mind kudarccal végződtek. De, hogyha felmerült volna az esély, hogy 1969-ben a szovjetek meg tudják csinálni, akkor az Apollo 10 lett volna a holdraszállás. Ugye ez több forrásból is egyértelműen kirajzolódik, hogy hogy bizony a NASA Management az foglalkozott azzal, hogy szükség esetén az Apollo 10 is megkísérelheti a holdra szállást. Ennek volt egy aprócska technikai akadálya, amit a For All Mankind című sorozat is bemutat, ahol szintén az Apollo 10 fontos szerepet kap az első évadban. A valódi Apollo 10 parancsnok az Tom Stafford, még, még ugye a filmben egy kitalált űrhajós. De a, a, a dilemma az megvolt, tehát a való igaz, hogy ezt a holdkompot, amit egyébként snoopy neveztek el az Apollo 10 űrhajósai, tehát a, kart, a, a, képregény karakter kis kutyusról Snoopy-nak neveztek el. A Snoopy az egy kicsit nehezebb volt, mert ez meg egy korábbi verziója volt a Holdcomnak, amit direkt nem a Holdra szállásra optimalizáltak. Ez azt jelenti, hogy sokkal uh, kevesebb hajtóanyag fért bele, vagy legalábbis pont annyival kevesebb, ami azt jelentette, hogy hát necces lett volna a leszállás. De már olyankor majd már kész volt egyébként az Apollo 11-hez tervezett holdkomp, ami a Snoopin-nál sokkal méltóság sas Eagle nevet kapta. És bizony volt olyan terv, született ilyen elemzés, hogyha a szovjetek nagyon hát úgy mondjam, veszélyesnek tűntek volna, hogy úgy tűnt, hogy hoppá, most mindjárt mennek a szovjetek a Holdra, akkor egyszerűen azt csinálták volna, hogy az Apollo 11-re szánt Holdkompot vitte volna magával az Apollo 10, ami így nem lett volna túl nehéz, és akkor Staffordék leszállhattak volna vele a holdra. Amire tényleg minden rutinjuk meg volt, mondom, annyira fontos volt ez a holdraszállás főpróbája, hogy tapasztaltabb legénység volt, mint bármelyik Apollo legénység, beleértve az Apollo 11 legénységét, ami a holdraszállást végül végrehajtotta. Na, az Apollo 10 is voltak persze hibák, Amúgy csodálatos küldetés volt, csak éppen, éppen a, a, amikor a hold megközelítése után a Snupinak föl kellett volna emelkednie, tehát nem szállt le a holdra, csak majdnem, és utána vissza kellett fordulni. Olyankor a holdkomnak le kellett választani az alsó részét, azt a négy lábú részt, amit leszálló ö, részlegnek hívnak, és a holdkom felemelkedő fokozata, bekapcsolja olyankor a hajtóművét, hogy fölemelkedjen és megkeresse John Youngot, a Charlie Brown nevezetű anyaürhajóban. Ugye Charlie Brown az a Snoopy gazdája, nem túl meglepő módon, így hívták az anyaűrhajót, abban, ücs, abban csücsült John Young. És hát ugye abban a pillanatban, hogy a Snoopy-nak leválasztották ezt az alsó részét, írdatlan módon elkezdett pörögni, egy kapcsoló olyan állásban maradt, aminek nem lett volna szabad olyan állásban maradnia, de addig ez nem okozott semmi problémát, amíg ott volt a leszállófokozat. De a szétválás után ez azt jelentette, hogy oh, oh, nagyon ment az egyik kis helyzetkorrekciós hajtómű és az szépen bepörgette brutálisan a Snupit. Ekkor hangzott el az, hogy káromkodtak az űrhajósok, talán nem mondta, meg nem is Stafford, hanem nem mondta, hogy the son of a bitch is rolling, vagyis hogyha hát ez a kura fi, ez elkezdett nagyon durván bepörögni. Utána kaptak is a fejükre a, a, a pr a NASA PR-osoktól, elég képmutató módon, az űrhajósoknak itt közvetlen életveszélyben voltak ezek az emberek, és akkor utána még beszóltak nekik, hogy ennyi be hát rádió ilyet az ország hallatára nem szabad mondani ilyen csúnya szavakat. Na, szóval hát ez ment akkoriban, hát az űrhajósok élete nem egyszerű ilyen szempontból sem. Szerencsére érdekes módon a Földön vették észre, hogy a kapcsoló rossz helyre van kapcsolva. Köszönhetően az RTCC, a nagy IBM Real-Time Computer Complex gigantikus számítógépeknek Houstonban, ami ilyenkor felderítette az, a telemetrián keresztül, hogy mi történt, és időben tudtak szólni az űrhajósoknak, hogy helóka, azt a kapcsolót kattintsátok vissza, és akkor abban maradt a forgás. Tökéletes siker volt az Apollo 10, és mint mondtam, az Apollo 10 lett a Föld légkörébe visszaéréskor a leggyorsabb. 11,8 század kilométer per másodperces sebességgel, mind a mai napig a leggyorsabb. Emberes űreszköz. És hát az a, a Soyuz Apollo program, hát az egy csodálatos dolog volt, a szovjet-amerikai közös űrepülés. A Stafford nagy rendezvú tapasztalataira, ugye látjuk, hogy minden űrepülése során fontos szerepet kapott az űrhajók összekapcsolása. Nem véletlen, hogy őt nevezték ki 1975-ben, tehát 45 éves korában arra, hogy a szovjetekkel az első közös űrepülést végrehajtsa. Hát bizony erről már volt egy külön szokolébresztő. A 84. szokolébresztő 2020. júliusában bizony erről szólt. A Szajúz Apollo repülésről ott részletesen is elmondtam, hogy mi minden történt. Hát túl azon, hogy ez volt a nagy történelmi készfogás. Elmondható, hogy ott a szovjet parancsnok Leonov volt, akit már emlegettem, mint első űrsétálót, az emberiség első űrsétálóját. Ő lett volna egyébként a szovjetek első embere a Holdon. <laughs> hát vicces, hogyha, hogyha é, vicces, hogy majdnem Leonov lehetett volna az az ember, aki megszorongatja az amerikaiakat annyira, hogy a Staffordot tették volna meg az első embernek a Holdon. És utána életre szóló barátságot kötött ez a két űrhajós olyannyira, hogy, hogy bizony, amikor Stafford aztán később, a második házassága idején, a 90-es évek úgy döntött feleségével, hogy gyerekeket fogadnak örökbe, akkor azok Oroszországból érkező gyerekek lettek, és ezt bizony maga Leonov intézte el nekik. Tehát ennyire, ennyire közeli viszonyt ápoltak egyébként ők. Még annyit szeretnék elmesélni érdekes, hogy az Soyuz Apollo repülés végeztével az amerikai legénység majdnem életét vesztette, és ezt annak idején nem is fogták föl, hogy mi történt. Ugye arról volt szó, hogy amikor jött visszafele az Apollo űrhajó, akkor Stafford és Vance Brand, aki a parancsnoki egységnek a pilótája volt, Végig mentek az ellenőrző listán, hogy mi mindent kell kikapcsolni a légkörbelépés előtt, és elfelejtették az RCS, vagyis a, a helyzet stabilizáló rakét, a Reaction Control System rendszernek a kikapcsolását, ami azt, a, ami ilyen kis, p -p 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 jellegű, kis pöffenésekkel az űrkabinnak a helyzetét stabilizálta, amíg az űrben van. A légkörbe lépés után erre természetesen már nincs szükség, de mivel ők ezt nem kapcsolták ki, ezért az űrhajó folyamatosan igyekezett korrigálni a saját helyzetét, mintha az űrben lenne. Ami nem is okozott bajt egészen addig, amíg a ejtőernyők kinyitása után ilyenkor az űrkabinban beindul a nyomás kiegyenlítés, akkor már elég alacsonyan van a kabin, és akkor beengedik lényegében a kinti lebegőt szelepeken keresztül. Igen ám, csak hogy közben még mentek ezek a kis mérgező hajtóanyagot tartalmazó fúvókák, egészen mert elfelejtették őket kikapcsolni. Ez bizony nitrogén tetraoxid, meg mono, monometilhidrazin komponensekből ment, hát azért ezek elég mérgezők, pedig annyira mérgezők, annyit szippantottak be mindebből, amikor még nem is tudták, hogy mennyire súros a helyzet, hogy a halálos dózis ebből a gázból az 400 ppm, vagyis part per million, tehát, hogy egy millió molekulából, ha 400 ilyen, akkor már belehalsz, amit beszívsz. És hát utóbb, amikor leérkeztek, és Honoluluban, Hawaii mellett a kórházban megvizsgálták a tüdejüket, meg hogy mennyit kaptak, akkor kiderült, hogy ők 300 ppm-et kaptak, és súlyos lett volna, hogyha az űrhajósok ebbe így belehaltak volna a legeslegvégén. A legutolsó Apollo kabin vízbe csobbanás akkor a tökéletes repülés után óriási diadal, a szovjet-amerikai kézfogás az űrbe, és akkor meghalt volna a három amerikai űrhajós egy ilyen ö, béna hiba miatt. Egyébként Dix Slayton is ludas volt utána a dologban, mert amikor a béka emberek, vagyis a búvárok odaértek a kabinhoz, hogy, hogy kivegyék az űrhajósokat. Olyankor mindig az van, hogy bekopognak a béka emberek az ablakon, és akkor az űrhajós, aki a középső ülésben ül, aki ez, a, az, az kimutatja a hüvelykújját, hogy oké, okay, hogy minden oké, okay. ha mennyiben minden oké. Okay. most a DX Layton simán ezt csinálta, mutatta, hogy minden oké, okay, holott egyáltalán nem volt minden oké, okay, ezért aztán egyáltalán nem is iparkodtak a búvárok, hogy a szokásosnál gyorsabban kikapják az űrhajósokat a kabinból, úgyhogy ezzel csak tovább rontottak a helyzeten. Hála a jó Istennek, komolyabb, hosszan tartó egészségkárosodás nélkül megúzták az űrhajósok, és hát sikeres volt a Sajuz Apollo program, amint arról persze a 84. szokolébresztő visszahallgatásával is meggyőződhetnek a hallgatók. Stafford utána is foglalkozott még az orosz-amerikai viszonylatban az űrhajózással. Szakértőnek felkérték a 90-es években, amikor a Space Shuttle elkezdte a MIR űrállomást látogatni. A mostani nemzetközi űrállomás programjának a, az előkészítéseképpen, úgymond nulladik fázisaképpen. éppen. Ö, és az ő szakértelme ott is nagyon sokat jelentett, ahogy egyébként abba a vizsgáló bizottságba is beletették, ami azt vizsgálta, amikor 97-ben, júniusban volt egy olyan baleset, hogy egy orosz teherűrhajó neki csapódott a mirőrállomásnak, ki is lyukasztva azt egy helyen elkezdett szökni a levegő, és ott volt egy igen-igen veszélyes helyzet, ami persze megérne egy külön adást. Majd lehet, hogy ennek is szentelek egyszer egy adást. Nem lett semmi baj, de hát nagyon hosszú távú következményei lettek, mert azt a modult, azt le is kellett zárni, viszont azon a modulon volt a négy napelemtábla, tábla, tehát nagyon kiesette miatt a lezárás miatt az energiaforgalom is, és akkor sok-sok bonyodalom volt. Ennek a problémának a kivizsgálásában is ott volt Tom Stafford aki most egy nagyon-nagyon eseménydús élet és karrier után március 18-án elhunyt. Úgyhogy szeretettel emlékezünk rá, meg arra a sok mindenre, amit tett azért, hogy az emberiség jelen legyen a világűrben. Emlékét megőrizzük, Isten nyugosztalja Tom Staffordot, és minden szokolébresztő hallgatónak pedig hát kellemes ünnepet, ami még hátra van belőle, kívánok újra jelentkezünk kettő hét múlva, addig is pedig a Parallaxis felületein parallaxis.emtv.hu felületről kiindulva, vagy akár a sokolebresztó.hu domainről kiindulva elérhetők a régebbi adásaink is, például a Szajúzapoldóról szóló 2020-as adás is, úgyhogy azt is ajánlom mindenkinek, és mindenki érezze jól magát, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.